1945 már régen volt. Ha belegondolsz abba, hogy az 1989-es rendszerváltozás számolta fel véglegesen azt a rendszert, amely 1945 után létrejött, talán már nem is tűnik olyan réginek. 1944 őszére a szovjet csapatok elérték Magyarországot. A német nyilas uralom alól felszabadult területeken a Magyar Kommunista Párt mellett újra kezdte működését a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Parasztpárt és a független kisgazda földmunkás és polgári párt is. Debrecenben 1944 decemberében megalakult az ideiglenes nemzetgyűlés és az ideiglenes nemzeti kormány. Magyarországot visszakényszerítették az 1937-es határaihoz. Megalakult a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, melynek elnöke Vorosilov Marsal lett. Az ország további sorsát a szovjetek határozták meg. A kormány eleget tett a szebb minden kívánságának. Törvényt hoztak a háborús bűnösök felelősségre vonásáról, akiknek felkutatását a politikai rendészeti osztály végezte. Megalakultak a népbíróságok, melyek a háborús bűnösök felett ítélkeztek. A 477 halálos ítéletből 189-et végre is hajtottak. Kivégezték Magyarország egykori miniszterelnökeit, Szálasi Ferencet, Sztójai Dömét, Bárdosi Lászlót és Imrédi Bélát is. Az elítéltek közé már nem csak háborús bűnösök kerülhettek be. 1945 márciusában megtörtént a földosztás, Megszűnt a nagybirtokrendszer. Új választójogi törvény született. Minden 20. évét betöltött magyar állampolgár szavazati jogot kapott, de a volt fasiszta szervezetek vezetőit és a hazai németek nagy részét kizárták abból. A november 4-én tartott országgyűlési választáson a független kis gazdapárt 57%-os győzelmet aratott, de szovjet utasításra mégis koalíciós kormány alakult. A kommunistákat nem lehetett kihagyni a kormányból. Tildi Zoltán lett a miniszterelnök, Rákosi Mátyás és Szakasics Árpád államminiszterek lettek. 1946. január 31-én Magyarország köztársaság lett. A köztársaság elnöke Tildi Zoltán, az új miniszterelnök pedig Nagy Ferenc. 1946 elején a kisgazda párt megkísérelte a földosztás jogsértéseinek vizsgálatát, és a jogtalan földek visszavételét. Válaszul a kommunisták tüntetést szerveztek, követelték a tervkidolgozóinak kizárását a kisgazdapártból. Az MKP megkezdte a szalámi taktika megvalósítását. Ezek után júliusban a SZEB jegyzékére hivatkozva feloszlattak társadalmi szervezeteket, és újabb kisgazdapolitikusokat záradtak ki a pártból. Gazdasági szempontból az infláció megoldása volt a legfontosabb feladat. A stabilizációs programot belső erőforrásokra támaszkodva a kommunisták dolgozták ki. A nagyhatalmak hozzájárulása és az Egyesült Államok gesztusa tette lehetővé 1946. augusztus 1 a forint bevezetését. 1946-ban a kollektív bűnösség elve alapján 250 ezer németet telepítettek ki Magyarországról. Csehszlovákia szorgalmazta a lakosságcsereegyezmény egyezmény aláírását. A lakosságcsere egyezmény alapján önként jelentkező magyarországi szlovákok helyett csehszlovákiai magyarok települtek át. Ez csehszlovák szempontból nem hozta meg a várt eredményt, ezért a Kassai kormányprogram alapján a kollektív bűnösség elvére hivatkozva a csehszlovákiai magyarokat vagy megfosztották állampolgári jogaiktól, vagy reszlovakizálniuk kellett. A második világháborút lezáró békét 1947. február 10-én írta alá Magyarország. Magyarországot 300 millió dolláros jóvátétel fizetésre kötelezték, melynek nagyobb részét a Szovjetuniónak, kisebb részét Jugoszláviának és Csehszlovákiának kellett fizetni. A szovjet csapatok Ausztria megszállására hivatkozva Magyarországon maradhattak. Így Magyarországon a szovjet befolyás nem szűnt meg, még a Marshall-tervbe való bekapcsolódásunkat is megtiltották. A szovjet erőszak egyre nyíltabbá vált. 1947. február 25-én Kovács Bélát fényes nappal rabolták el az oroszok. Nagy Ferenc miniszterelnök Svájcba emigrált. Két Liannát előbb kizárták a szociáldemokrata pártból, majd bebörtönözték. Az 1947. augusztus 31-én tartott kék cédulás választásokon az MKP nyílt választási csalással előre tört. Látszott koalíciós kormány alakult a kisgazda Dinny és Lajos vezetésével. A végrehajtó hatalomban az irányítás teljes mértékben az MKP kezébe került. Elmondhatod a véleményed anélkül, hogy valaki bántana érte. Ez most így van. De nem mindig volt így. 1947-ben Rákosi Mátyás Stálin legjobb tanítványa, Magyarországon is megkezdte a totális diktatúra kiépítését. Államosította a bankokat és üzemeket. Rajk László belügyminiszter felszámolta a civil szervezeteket. A fordulat éve 1948. Ekkor a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesült, és megalakult a Magyar Dolgozók Pártja, amely az 1949-es választáson 96%-os eredményt ért el. A választáson a választók már egyetlen jelölt közül választhattak, a távolmaradókat megbüntették. 1949-ben kikiáltották a népköztársaságot. Megalakult az elnöki tanács, új szovjet típusú alkotmány született. Az önkormányzatok helyett a tanácsrendszert vezették be. Pártállam jött létre. Rákosi támadást indított az egyházak ellen. Mincenti József esztergomi érseket koncepciós perbe fogták, megkínozták, bebörtönözték. Az egyházi iskolákat államosították. Számos papot börtönbe zártak, hogy ne tudjanak a fiatalokkal foglalkozni. Sokan vértanúk lettek, köztük Sándor István szalézi testvér is. Rákosi a Regnum Marianum templomot felrobbantatta, helyére Stálin szobrát állította. Az államvédelmi osztályt kiemelte a belügyminisztérium ellenőrzése alól, és saját irányítása alá vette államvédelmi hatóság néven. Az AVH volt a párt ökle. Központjuk az Andrási út 60 szám alatt volt. Az AVH megfélemlítette a társadalmat. Névtelen feljelentések alapján bárkit elfoghattak. Az előállítások leggyakrabban éjszaka történtek, nagy fekete autók jöttek az emberekért. Az ávósok becsöngettek a lakásokba, és vitték a gyanúsnak vélt áldozatot. Emiatt ezt az időszakot csengőfrásznak nevezzük. Volt olyan, aki egy veréssel megúszta, de olyan is akadt, akit internáló táborba, kistarcsára vagy büntetőtáborba recskre vittek a táborokban embertelen körülmények uralkodtak. A börtönörök utasítása ne csak őrizd, gyűlöld volt. A terror egy idő után nem csak az osztály idegeneket pusztította, hanem a kommunista pártársakat is. Rajk László volt belügyminisztert, 1949-ben koncepciós perbe fogták és kivégezték. 1951-ben Kádár Jánost is bebörtönözték. A gazdaságban is a szovjet modell valósult meg. Magyarország adottságait nem vették figyelembe. Rákosi a vas és acél országává kívánta tenni hazánkat. Költséges beruházásokkal próbálták meg elérni a célokat, amelyeket először három éves tervben, majd öt éves tervekben fogalmaztak meg. A célok irreálisak, teljesíthetetlenek voltak. Az életkörülmények romlottak, a termelés visszaesett. A mezőgazdaság kollektivizálását 1949-ben felgyorsították. Az 1945-ben kiosztott földek tulajdonosait erőszakkal kényszerítették a termelőszövetkezetekbe. A korábbi nagygazdák nevét kuláklistákon rögzítették, földjeiket elvették és kitelepítették őket. Pártutasításra klímaidegen növényeket, citromot, narancsot, gumipitypangot, gyapotot és rist kezdtek termelni Magyarországon. A beszolgáltatás mindenki számára kötelező volt. Még a padlást is lesöpörték. Disznót csak engedéllyel lehetett ölni. A levágott állat jelentős részét be kellett szolgáltatni. Aki engedély nélkül vágott, az az AVH kezébe kerülhetett. Mindent áthatott a személyi kultusz, a Sztálinnak és Rákosinak kiáró kötelező tisztelet. Mindenütt ki volt éve a képük. Ha nyilvános helyen megjelentek vagy megemlítették őket, felállva kellett tapsolni. Dicsőítő énekek és versek születtek róluk, szobrokat állítottak nekik. 1953-ban meghalt Sztálin, és új korszak kezdődött a hidegháborús történelembe ez Magyarországra is hatott. A szovjet vezetés utasította Rákosit, ossza meghatalmát. Rákosi csak első titkár lett. Az új miniszterelnök Nagy Imre enyhített a diktatúrán. Az AVH hatalmát csökkentette, megszüntette a recski haláltábort. Az erőszakos kollektivizálást leállította, a koncepciós perek elítéltjeit kiengedte a börtönökből. 1955-ben a Varsói Szerződéshez való csatlakozásunkat nem írta alá. A Szovjetunióban 1955-re felülkerekedtek a régi elvtársak, engedtek a magyar belső nyomásnak. Nagy Imrét leváltották. Rákosi köre újra a hatalom csúcsára került. Ha manapság az aranycsapatról hallasz, talán eszedbe jutnak az 1950-es évek, amikor a sikereiket elérték. De hogyan élt ebben az időszakban a hétköznapi ember? Rákosiék az államosításokkal és a kollektivizálásokkal a vagyonos társadalmi csoportokat a szegények szintjére sűjjeztették le. A kommunista ideológia hirdette, hogy nincs munkanélküliség, ezért kellett valamilyen munkát mindenkinek találni, még akkor is, ha alul képzett vagy képzetlen volt az illető. A béreket alacsonyan tartották, nivellálták az egyes rétegek bérét. A korábbi értelmiségre az új rendszernek is szüksége volt. A reakciósokat eltávolították, például a hortobágyra internálták őket, a megmaradtak munkáját a káderek felügyelték. A káderek zömében alacsonyan képzett, munkás parassorból kiemelt párthű személyek voltak, ezért kerülhettek vezetőbeosztásba. A nők emancipációja központi kérdéssé vált. A dolgozó nőképe mindvégig kiemelt figyelmet kapott a propagandában. Korábban kifejezetten férfi munkákat nyitottak meg a nők számára. Az azonban nem volt fontos, hogy a nehéz fizikai munkát végző nők többsége maradandó egészségkárosodást szenvedett. A családokban a kétkeresős modell javított ugyanaz anyagi helyzeten, de a nők kettős terhelése megkeserítette a hétköznapokat. A dolgozó nők helyzetét nehezítette a hivatalos családpolitika is, amely nem morális okból, hanem a szocialista ideológia miatt tiltotta be évekre az abortuszt emellett bevezette a gyermektelenségi adót is. Az intézkedések összefonódtak a korszak népjóléti miniszterének, Ratkó Annának a nevével, ezért hívják az 50 évek elején született korosztályt a Ratkó gyerekeknek. A lakáshelyzet rettenetes volt. 1955-ben egy szobára 2,64 személy jutott, a gazdagoktól elvették ugyan a lakásokat, de a szétvert mezőgazdaságból olyan sokan érkeztek a városokba dolgozni, hogy az állami lakásépítés Budapesten, Sztálinvárosban és más ipari városokban nem tudott lépést tartani a városi lakosság növekedésével. Sok volt a társbérlet és az ágyrajárás is. A társadalmi tudatot az iskolarendszer államosításával is próbálták megváltoztatni az alapképzés 8, a középiskolai képzés négy év lett. Egyre több paraszt és munkás fiatalt iskoláztak be. Az esti tagozatos képzések is népszerűek lettek. A kommunista propaganda áthatotta az iskolákat. A társadalomtudományban az osztályharc és a marxista-leninista ideológia sematizálta az emberek gondolkodását. Az orosz nyelv tanulását kötelezővé tették. A pártállam a mindennapi élet része lett. Az úttörő mozgalom vagy a DISZ programjai kötelezővé váltak. Az MHK munkára harcra kész mozgalom lett a tömegsport szervezője. Filmekben a legnépszerűbb sportolókkal, színészekkel népszerűsítették a még így is népszerűtlen kommunista programokat. A szabad nép félórákon, az 1950-es években, a munkahelyeken tartott kötelező, irányított politikai vitákon és beszélgetéseken, az MDP hivatalos lapja, a szabad nép legfontosabb híreivel és vezércikkeivel kellett egyetérteni. A propaganda eszközévé vált rádió az 50-es évekre eljutott a falvakba is. A régi hagyományos keresztény ünnepeket háttérbe szorították. A karácsony fenyőfa ünneppé vált. Augusztus 20-án Szent István helyett a kommunista alkotmányt ünnepelték. A Szent jobb körmenetet és egyéb egyházi ünnepeket is betiltották. Felállították az Állami Egyházügyi Hivatalt 1951-ben, amely az egyházak felügyeletét, ellenőrzését látta el. Március 15-e előkészítőjévé vált a felszabadulás ünnepének április 4-ének. Mindent áthatott a párt ellenőrzése. Ügynökeik mindenhol jelen voltak. Az AVH nyilvántartásában több mint egy millió személy aktáját őrizték. Aki nincs velünk, az ellenünk van. A félelem átítatta a mindennapokat. Senki sem érezhette magát biztonságban. Bárki számíthatott rá, hogy letartóztatják. A sport a villámhárító szerepét töltötte be, a labdarúgás és a vízilabda volt a két legnépszerűbb csapatsportág. Ezeket is a propaganda eszközévé süllyesztették. Az aranycsapat és az 1952-ben lévő Helsinki olimpia sikerei a párt vezetői szerint a szocialista rendszer diadalai voltak, az dicsőítették. <tört> Talán ismered a Bibliából Dávid és Góliát történetét. A kis pásztorfiú Dávid győzedelmeskedik a legyőzhetetlennek hit óriási harcoson, Góliáton. A kis Magyarország le győzni a hatalmas Szovjetuniót. A forradalom győzelmet aratott még akkor is, ha a szabadságharc elbukott. A rákosi diktatúra óriási nyomást gyakorolt az egész társadalomra. 1956 nyarán már a szovjet vezetők is érzékelték a magyarországi feszült helyzetet, ezért Rákosit eltávolították a vezetésből. Helyére Gerő Ernőt ültették. A Szovjetunió rendezte viszonyát Jugoszláviával. Emiatt is sikerrel járhatott Rajk Júlia két éves küzdelme férje rehabilitálásáért. 1956. október 6-án újra temették Rajk Lászlót és kivégzett társait. Október közepére az ellenzék vezetői az egyetemisták lettek. Október 16-án a Szegedi Egyetemen megalakult a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Szövetsége, melyhez csatlakoztak a Budapesti, Miskolci, Pécsi és Soproni Egyetemisták is. Az egyetemisták 16 pontban fogalmazták meg követeléseiket. Szimpátiatüntetést tüntetést szerveztek az 1956. júniusa óta tartó lengyel felkelések támogatására. Az akcióhoz a Petőfi kör és több szervezet is csatlakozott. 1956. október 23-án délután 3 órakor kezdődött az egyetemisták tüntetése a Petőfi szobornál. A műegyetem hallgatói a BEM szoborhoz vonultak. A budapesti munkásság is az egyetemisták mellé állt. Kezdetben lengyel barát, rákosi és gerő ellenes jelszavak hangzottak el. Később a szovjet csapatok kivonását követelték, és kivágták a zászlókból a szovjet típusú címert. A budapesti eseményekkel párhuzamosan több nagyvárosban voltak megmozdulások. Debrecenben este hatkor eldördült a forradalom első sortüze. Budapesten sem értek véget a tüntetések, hanem a tömeg átvonult a Kossuth térre, ahol Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését követelték. A tüntetők a Dózsa-György útra vonultak, és este fél tízkor ledöntötték a Sztálin szobrot. A Magyar Rádióhoz tüntetők vonultak, és követeléseiket akarták beolvastatni. Kilenc óra körül az AVH elkezdte lőni a rádióhoz érkező embereket. A tüntetők felvették a harcot. Hajnalra a rádió az ostromló kezére került. Eközben a pártvezetés Nagy Imrét újból kinevezte miniszterelnökké. Gyülekezési és kiárási tilalmat rendeltek el. Budapesten leállt a termelés, szünetelt a tanítás. Az utcákon tíz éves gyerekek, pesti srácok harcoltak a szovjet tankok ellen. Október 25-én reggel, a kiárási tilalom feloldása után a Kossuth téren nagy tömeg gyűlt össze. A békés tüntetés vérfürdővé vált, a karhatalmi alakulatok tüzet nyitottak a téren összegyűltekre. A halottak száma meghaladta a kétszázat, a sebesülteké még ennél jóval több volt. Az AVH több vidéki városban is a tömeg belőtt. Október 28-án győzött a forradalom. Nagy Imre rádióbeszédében nemzeti demokratikus mozgalomnak nyilvánította az előző napok megmozdulásait, és azonnali tűzszünetet rendelt el. Bejelentette a szovjet csapatok kivonását Budapestről. Feloszlatta az AVH-t, több pártrendszert és további változásokat ígért. Tárgyalásokat kezdett a Varsói szerződésből való kilépésünkről. Újja alakult a korábban feloszlatott független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Paraszt Párt. Házi őrizetéből kiszabadították Mincenti József hercegprímást. A nemzetközi helyzet nem segítette a magyar forradalom sikerét. A párhuzamosan zajló szuezi válság miatt az amerikai elnök Eisenhower az Egyesült Államok semlegességéről szóló nyilatkozatot tett közzé. Ez lehetővé tette a szovjet katonai intervenciót. November 3-án este a tökölre érkező Maléterpál honvédelmi minisztert letartóztatták. 1956. november 4-én hajnalban általános szovjet támadás indult Budapest és a fontosabb katonai objektumok ellen. Nagyimre a Jugoszláv követségre menekült. Bibó István államminiszter kiáltványt fogalmazott a nemzetközi segítség reményében. Budapesten a fegyveres ellenállást a felkelő csoportok a Korvin közben, a Kilián laktanyában, a Szénatéren és Csepelen még folytatták. De november 11-ére Kádár János a szovjet csapatok segítségével megtörte a fegyveres ellenállást, és megkezdte a megtorlás előkészítését. Az 1848-49-es szabadságharcot az egész Európa ellenszenvét kiváltó Hajnau rémuralma követte. Kádár János az 1956-os forradalom résztvevőin még kegyetlenebbül állt bosszút. Kádár vezetésével november 4-én Szolnokon megalakult a forradalmi munkás parasztkormány. Bejelentette, hogy behívta a szovjet csapatokat az ellenforradalom leverésére. Nagyimre és munkatársai a Jugoszláv követségre menekültek. Mincenti József az amerikai követségen kapott menedékjogot. A harcokban résztvevők többsége lábbal szavazott, nyugatra menekült. Nagy Imre nem mondott le, ennek ellenére Dobi István, az elnöki tanács elnöke, Kádár Jánost november 7-én kinevezte miniszterelnöknek. A szuverenitás hordozói a munkástanácsok voltak. Az egyik legfontosabb, a november 14-én megalakult Nagy Budapesti Központi munkástanács volt vezetőivé Bali Sándort és Rácz Sándort választották. Kádár novemberben ígéretet tett arra, hogy a forradalomban résztvevők semmilyen büntetést nem kapnak. Bízva a Kádár írásos biztosítékában, Nagy Imre és társai elhagyták a Jugoszláv követséget, ám a szovjet csapatok a magyar hatóságok tudtával elfogták és a romániai Snagovba szállították őket. Az ellenállás újra felerősödött. Kodály Zoltán vezetésével létrejött a Magyar Értelmiség forradalmi tanácsa, ami november 23-ára a forradalom egy hónapos évfordulójára néma forradalmat hirdetett. Az emberek egy órára bezárkóztak lakásaikba, az utcák elnéptelenedtek. Münich Ferenc a volt AVH tagokból megszervezte a magyar forradalmi honvéd karhatalmat, a pufajkásokat. 1957 tavaszán belőlük alakult meg a munkásörség. December elején az MSNP ideiglenes központi bizottsága a felkelést már hivatalosan is ellenforradalomnak minősítette. A forradalom résztvevőit és vezetőit fasiszta hordáknak az imperialista nyugat bérenceinek bélyegezték. A propagandában megjelent a horti korszakot restaurálni akaró volt nyilas katonák képe, sőt az is, hogy a felkelők a Habsburgok hatalmát akarták visszaállítani. 1956. december 11-én kihirdették a statáriumot, megkezdődött a megtorlás, aminek Kádár mellett a másik vezetője, Biszku Béla volt. Elkezdődtek a letartóztatások, visszamenőlegesen hoztak törvényt a résztvevők bűnösségéről. Felállították a legfelsőbb bíróság bírósági tanácsát, ennek az ítéletei ellen nem lehetett fellebbezni. 20 ezer ember került börtönbe, 13 ezret internáltak. A halálos ítéletek száma 400 körül volt, és ebből 229-et végre is hajtottak. A kivégzettek között volt Angyal István is, aki már 1944-ben Auschwitzot is megjárta. Angyal a holokausztot túlélte, de a kádári megtorlást nem. A megtorlás legfiatalabb áldozata Mansfeld Péter volt. Pesti srácként vett részt a forradalomban. Fiatalkorúként nem végezhették ki, ezért vártak az ítélet végrehajtásával, 18. születésnapja után 11 nappal gyilkolták meg. Alakja a forradalom szimbólumává vált. Nagy Imre és társainak bíróság elé állítását Kádárék Moszkvában döntötték el. Az 1958. februárjában kezdődött perben a vád a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés volt. Ezt a koncepciós pert nem csak a hazuk tartalma jellemzi. Az is, hogy a zárt ajtók mögötti tárgyalásra a legfontosabb tanúkat, Kádár Jánost, Münich Ferencet, Dobi Istvánt, Apró Antalt elfelejtették megidézni. Az első bíró, Radó Zoltán próbált függetlenül bíráskodni, azonban szívinfarktust kapott. Az új bíró Vida Ferenc pervezetéséből már sugárzott a párt által meghatározott koncepció szigorú követése. A halálos ítéletet Nagy Imrén, Maléter Pálon és Gimes Miklóson 1958. június 16-án hajtották végre. Ezen a napon jelentették be Szilágyi József és Losonci Géza halálát is. Szilágyit már áprilisban kivégezték, Losonci pedig a börtönben vesztette életét. A holtesteket a kivégzés helyszínén a mai Kisfogházmúzeumban Múzeumban elföldelték. Csak 1961-ben, kátránypapírba csavarva, szöges dróttal átkötve, titokban szállították ki az új köztemető 301-es parcellájába, ahol jeltelen sírokba rakták őket, megalázva még azzal is, hogy nem hagyományosan, hanem arccal a föld felé temették el őket. A temetői nyilvántartásba más neveket hegyeztek be. A sírokat még a családtagok sem látogathatták. 56 neve is tabuvá vált. Amikor Budapesten metrózol, vagy az M7-esen mész a Balatorra, gondoltál már arra, hogy ezek is a Kádár korszakban épültek? A Kádár korszak 1956. november 4-től 1989-ig a rendszerváltásig tartott. Kádár az MSZNP vezetőjeként irányította előbb a megtorlást, majd a konszolidációt. A korszak első szakasza 1963-ig tartott. A korábbi disz helyett megalakult a KISZ, a Kommunista Ifjúsági Szövetség. Megszervezték az új karhatalmat, a munkásőrséget. Újjá szervezték a hadsereget, a sorkatonai szolgálat két évre csökkent. Azért, hogy az ENSZ levegye napirendjéről a magyar kérdést, 1963-ban részleges amnestiát hirdettek. A mezőgazdaságban megszüntették a beszolgáltatást, mint a gazdaságokat alakítottak ki. Ilyen volt a bábolnai állami gazdaság, vagy a nádudvari vörös csillag TS. Itt valósult meg először ipari méretű baromfi tenyésztés. A gépesítés mellett a műtrágyázás, a növényvédelem általánossá vált. A tiszalöki és a kiskörei víztározók megépítésével nőtt az öntözhető területek nagysága. Népszerűvé vált a málna, a földi eper és a ribizli, ez a szörbgyártást és a konzervipart is fellendítette. Új termékek jelentek meg, például a Túró rudi. Lehetővé vált a háztáigi gazdálkodás, ami a második gazdaság alapja lett. A bauxit bányászat fellendült. A Timföld többségének feldolgozását azonban Magyarország nem tudta megoldani, ezért a kétharmadát a Szovjetunióban dolgozták fel. Cserébe kész alumínium termékeket kaptunk. 1960-ban megkezdődött a műanyaggyártás. Az ország legnagyobb kőolaj finomítóját, a Dunai Finomítót 1965-ben adták át. A kőolajat és földgázt a KGST tagjaként viszonylag olcsón importáltuk a Szovjetunióból. A könnyűipar ontotta magából a nem tökéletes minőségű, de nagy mennyiségű ruhát. A szocialista táborban egyedülállóan még farmergyártás is kezdődött. Az értékesítés központjai az új bevásárló központok lettek, a Skála és a sugáráruház. Már az 1960-as évek derekára kiderült, hogy az akkori gazdaságpolitika nem váltotta be a hozzáfűzött elvárásokat. A gazdaság fellendítésére 1968. január 1-én bevezették a Fokjenő-Nyersrezső-Fehérlajos nevével fémjelzett új gazdasági mechanizmust. A vállalatok nagyobb önállóságot kaptak. Szabadáras lett több termék és bértömeggazdálkodás lépett életbe a városlakók száma 6,4 millióra emelkedett. Ezt elsősorban a falvak várossá nyilvánításával érték el. Az igazi város kritériumainak azonban az új városok többsége nem felelt meg. Sokan nem találtak helyben munkát, 1,2 millió dolgozó ingázott az otthona és a munkahelye között. Budapest, Miskolc, Debrecen, Győr és Székesfehérvár adott munkát sok vidékinek. 300 ezeren távolsági ingázok voltak, akik hétközben munkásszállón laktak, a családjukat csak hetente vagy két hetente látták. Ez is hozzájárult az alkoholizmus erősödéséhez és a vállások számának növekedéséhez. Az 1961-es oktatási törvény a tankötelezettséget 16 évre emelte. Az iskola körzetesítés miatt a falva kisiskoláit felszámolták, a nagyobb települések iskoláit kibővítették. Az 1960-as években a gimnáziumokban lehetővé vált az orosz mellett a második idegen nyelv tanulása. A technikumokat visszafejlesztették, és ezek bázisán alakították ki a szakközépiskolákat, ahol az érettségi mellett szakképzettséget is szerezhetett a tanuló. Nagyot fejlődött a fővárosi közlekedés. A Rákosi korban félbehagyott metróépítést 1970-re befejezték a pályahoz húsz év alatt közel hatszorosára emelkedett. A KGST-re jellemző gyártmány miatt Magyarország személygépkocsit nem gyártott. Viszont autóbusszal, motorkerékpárral és kerékpárral mi láttuk el a tagországok piacait. Az 1965-ben útjára bocsájtott Icarus autóbusz és a Pannonia motorkerékpár világszínvonalú keresett termékek lettek. A gépkocsik számának növekedése a közúthálózat nagymértékű fejlesztését követelte meg. Megépültek az M7-es, M1es, M5-ös és az M3-as autópályák első szakaszai. 1975 és 87 között 162 km autópálya épült. A közúton a települések 96%-a elérhetővé vált. A növekvő légiforgalom szükségessé tette a bővítést, így 1986-ra megépült Ferihegy kettes terminálja. 1986-ban készült el a Hungaroring is, ami azóta is otthont ad a forma egy magyar futamainak. Ha idősebb emberekkel beszélgetsz, sokszor nosztalgiával emlegetik a kádár rendszert. A Rákosi korszak hibáiból tanuló kádár az 1956-os megtorlások után a társadalmi béke megteremtését a lakosság életszínvonalának javításával próbálta elérni alacsony, de elviselhető életszínvonal és viszonylagos, a többi szocialista országhoz képest jóval nagyobb szabadság alakította ki nyugaton Magyarországról a gulyás kommunizmus vagy frigider szocializmus képét. Ha az ember nem politizált, viszonylag jó körülmények között békésen élhetett. Ez az életszínvonal alkú volt. A korszakban egy millió lakás épült. A panellakótelepek mellé paneliskolák ABC-k kerültek. Az életszínvonal látszólagos javulása ellenére a várható élettartam csökkent, az öngyilkosságok aránya megduplázódott. Az alkoholisták száma is emelkedett. A 80-as évek elejére a lakosság 5%-a szenvedett ebben a betegségben. A vállások száma a duplájára nőtt. A gyerekszám csökkent, csak a 70-es években volt némi javulás, mert ekkor szültek a ratkókorszak gyerekei, de utána újra visszaesés következett. Az állam a gyermekvállalási kedvet a gyermekgondozási segély Gyes 1967-es bevezetésével akarta növelni, de ez csak kismértékben csökkentette a népesség fogyását. Az osztályharc, a marxista-leninista ideológia átítatta a tömegtájékoztatást, az oktatást és a művelődést. A kultúrpolitika legfontosabb alakja Acél György volt. Acél a három a T. Tilt, tűr, Támogat szellemiségében irányította a szocialista kultúrát. Több zenekart is letiltottak, vagy csak megkötésekkel léphettek fel. A cenzúra is működött. Babics versei, Móra Ferenc regényei, Tamási novellái mellett még az indián regényeket is cenzúrázták. A hatvanas évektől egyre jobban hatott a társadalomra a nyugati fogyasztói kultúra a farmer, a rockzene, a fiúk hosszú haja, a miniszoknya, a hivatalos szervek mellett a felnőtt korosztály rosszallását is kiváltották. Aztán lassan az új viseletek a békés ellenállás szimbólumává lettek. Kodály Zoltán is ezért viselt hosszú hajat. A hazai ipar próbálta az imperialista termékeket helyettesíteni. Például Magyarországon is gyártottak farmernadrágot, orkánkabátot, nejlonharisnyát több kifejezetten jó minőségű magyar termék is készült, például a tiszacipő. Egyes termékek a feltalálójuk tehetsége révén világhírűvé váltak, ilyen volt többek között a Rubik kocka. Megváltozott a szabadidő eltöltésének módja is. A szakszervezeti üdülések biztosították százezrek nyaralását. Az emberek szűk családi, illetve baráti körben töltötték a szabadidejüket elszaporodtak a kis telkek, és elérhetővé vált a trabant. Az életszínvonal javulása ellenére gyakran csak hosszas várakozás után lehetett hozzájutni a keresett áruhoz, szolgáltatásokhoz. Teleforra és autóra éveket kellett várni. Megvalósult a szocialista társadalmi szent háromság. A hűtő és a mosógép mellett a televízió általánossá válása lehetővé tette a még közvetlenebb propagandát. Rengeteg műsor indult, például a felnőtteknek a kimit tud, a gyermekeknek a mézga család. A feszültségek levezetésére megkezdődött a kabarék sugárzása. Hofi volt az egyik villámhárító, aki már kritizálhatta az államot, esetenként még a kommunista vezetőknek is odamondogathatott. A sportra kevesebb figyelmet fordítottak, ez is közrejátszott abban, hogy a felnőttek közel kétharmada túlsúlyos lett a vallásosság látszólag háttérbe szorult. Mindszenti József Esztergomi érsek a Szentszék és a Magyar Népköztársaság megállapodása értelmében 1971-ben elhagyhatta Magyarországot. 1974-ben, miután a pápa üresnek nyilvánította az Esztergomi érseki széket, Lékai László lett az új bíboros, aki tárgyalásokat kezdett a rezsimmel, kismértékben javítva az állam és az egyház közötti kapcsolaton. Az egészségügy nem tudta mindenkinek biztosítani az előírt ellátást, ezért megjelent a Hála pénz intézménye. A rendszer mindemellett fenntartotta az ellenőrzéseket, ügynökök hálózata figyelte az embereket. Az 56-osok csak meghatározott munkákat végezhettek. Meg kellett jelenniük a kötelező ünnepségeken. Ha bármilyen rendszerellenes akció történt, őket vizsgálták először. A disszidensekről még beszélni sem lehetett. Minden szocialista krimiben, rajzfilmben ők voltak a mafiózók, a gyilkosok, a társadalmat megrontó személyek. Magyarország államadossága most is elég magas. Ez a hétköznapokban sok problémát okoz. De vajon mikor kezdődött ez a folyamat? Az 1968-as új gazdasági mechanizmusnak az MSZMP-n belül már a kezdettől fogva komoly belső ellenzéke volt, Biszkubéla és komó Csín Zoltán vezetésével. Moszkva ebben támogatta őket, mivel 1964-ben a Hruscsovot megbuktató Leonid Brezsnyev a reformokat ellenző neosztálinista irányvonalat képviselte. 1972. februárjában Kádárt Moszkvában megfették. Az ötven legnagyobb vállalatot ismét közvetlen állami irányítás alá kellett vonni. A veszteségeket rendszeresen kiegyenlítették a nyereséges vállalatoktól elvont összegekből. 1973-ban felállították az Állami Tervbizottságot. Az 1962 óta érvényesített káderkiválasztás kiválasztás szempontjai közül ismét a megbízhatóság lett a legfontosabb. 1975-re a reformok legfőbb híveit elmozdították irányító pozícióikból. Az új gazdasági mechanizmus leállt. A külpolitikai helyzet sem volt kedvező. Magyarország 1968-ban részt vállalt a Szovjetunióval a Prágai tavasz leverésében, ez rontotta a korábbi jó nemzetközi megítélésünket. 1973-ban az újabb arab-izraeli konfliktus miatt az olajár-robbanás következtében az olajára ötszörösére nőtt, miközben a magyar áruk a világpiacon leértékelődtek a Szovjetunió is a világpiaci árakhoz szabta a korábban fix áron adott kőolaj és földgáz árát. A cserearány ilyen mértékű romlása ahhoz vezetett, hogy az 1970-es évek végére Magyarországnak nyolcszor annyi autóbuszt kellett szállítania, mint tíz évvel korábban. Nyugaton a piacgazdaságok az életszínvonal csökkentésével, elbocsájtásokkal rendezték a problémát. A teljes foglalkoztatáshoz és az életszínvonal emeléséhez ragaszkodó Kádár a Nemzeti Bank vezetőjével, Fekete Jánossal egyetértésben azonban nyugati hitelfelvételbe kezdett. Az ország adósságállománya 1970-ben még csak 0,8 milliárd dollár volt, de 1989-re már 22 milliárdra emelkedett. A termelésből nem lehetett a felvett hiteleket finanszírozni így újabb hitelek felvételére kényszerült a rendszer. Az ország adósság spirálba került, amiről a lakosság nem tudott. Kádárék megpróbálták az energiaimportot csökkenteni. Új szénkészlet hasznosítási tervet dolgoztak ki, de a gyenge minőségű kibányászott szénnel nem lehetett az importot kiváltani. Az 1977-ben Csehszlovákiával aláírt bős nagymarosi vízlépcsőterv sem volt alkalmas megoldás ennek aláírásakor ugyanis nem vették figyelembe az ökológiai károkat. Ezért kádáréknak az elementáris tiltakozások miatt le kellett állítaniuk az építkezést. Az 1970-es évek végére a politikai vezetés feladta az életszínvonal emelkedésére tett próbálkozásait, és az 1968-asnál radikálisabb lépéseket vezetett be. Kádár 1980-ra a reform korábbi ellenzőit, Bélát és apróantalt eltávolította, még a politikai bizottságból is. Megpróbálta megerősíteni a falvakban virágzó háztáit, a második gazdaságot. Radikális árreformot vezetett be, aminek következtében a termékek 70%-a szabad árassá vált. Csak a legszükségesebb alapélelmiszerek árait tartották alacsonyan de az infláció gyorsulása miatt ezt sem sikerült tartani. Az 1980-ban 3 forint 60 fillérbe kerülő kenyér 1990-re 30 forint fölé emelkedett. Az olcsóbb hitelek reményében 1982-ben Moszkva tiltakozása ellenére Magyarország felvetette magát a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alaptagjai közé. 1982-re lehetővé vált az is, hogy a magyar vállalatok, pénzintézetek saját részvényeket bocsássanak ki. Emellett megpróbálta a rendszer a második gazdaság lehetőségeit a vállalatokon belül is kamatoztatni. 1985-re több ezer vállalati és egyéb gazdasági munkaközösség, VGMK és GMK jött létre. Ettől kezdve az ország háromnegyeden részt vett a második gazdaságban. Brezsnyev 1982-es halála után már Moszkva sem akadályozta a reformokat. 1987-ben bevezették Magyarországon a személyi jövedelemadót, és megszavazták a társasági törvényt. Ez lehetővé tette az állami cégek magánkézbe, akár külföldi kézbeadását is. A reformok ellenére 1990-re a szocialista országok között Magyarország volt a legeladósodottabb ország. Nálunk volt a legnagyobb, az egyfőre eső államadosság. Ha október 23-án kimész egy megemlékezésre, Eszedbe jut-e az, hogy az 1980-as években ugyanezért még megverhettek volna a rendőrök? Az 1980-as évekre egyértelművé vált, hogy a Szovjetunió képtelen fenntartani a szocialista tábor ellenőrzését. Az új szovjet pártfőtitkár Mihály Gorbacsov tudomásul vette a szocialista országok Moszkva irányvonalától eltérő társadalmi és gazdasági próbálkozásait. Magyarország külpolitikai megítélése már korábban sokat javult. Az Egyesült Államoktól 1978-ban még a királyi koronát is visszakaptuk. Azonban a látványos propaganda ellenére, mint például Farkas Bertalan 1980-as űrrepülése, kiderült, hogy Magyarországon az MSZNP pártvezetése képtelen volt a kialakult gazdasági és társadalmi krízis kezelésére. Az illegalitásban működő demokratikus ellenzék a prágai tavasz leverése óta nem hitt, az 1956-os forradalom megismételhetőségében. A cenzúra kikerülésével megpróbált létrehozni egy második nyilvánosságot, elsősorban szamizdat kiadványaival. A legismertebb kiadvány a Beszélő című folyóirat volt. 1983-ban az István a király című rockopera az ellenzékiség egyik szimbólumává vált. Az ellenzék elsősorban a fiatalokra, főleg az egyetemistákra hatott, akik szakkollégiumokba tömörülve, a kiszt kikerülve próbáltak új lehetőségeket keresni a problémák megoldására. A demokratikus ellenzékiek szervezték a március 15-ei és az október 23-ai megemlékezéseket, tüntetéseket, amiket a rendőrség rendszeresen szétvert. Az ellenzékiek és a reformértelmiségiek először 1985-ben Monoron gyűltek össze. 1987-ben a demokratikus ellenzék kidolgozta a társadalmi szerződést. Ugyanebben az évben, szeptember 27-én lakitelken megalakult a Magyar Demokrata Fórum, az MDF. Aztán létrejött a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Fidesz, a Szabad Demokraták Szövetsége, az SDS, a Keresztény Demokrata Néppárt, a KDMP, és újjá a Független Kisgazda és Földmunkás Párt, az FKGP. Megkezdődött a Történelmi Igazságtétel Bizottságának szervezése is. Az msmp n belül újra megerősödtek a reformerek, Posgai Imre, Nyers Rezső és Szűrös Mátyás. 1988-ban leváltották Kádárt, és helyére a mérsékelt reformert, Grósz Károlyt választották. 1989. januárjában először Posgai Imre nevezte népfelkelésnek az 1956-os eseményeket. Létrejött az ellenzéki kerekasztal, az EKA. A tárgyalások eredményeként az új miniszterelnök, német Miklós a parlament elé terjesztette az Egyesülési, a Sztrájk és a népszavazási törvényt. 1989. június 13-án az MSMP, az EKA és a társadalmi szervezetek létrehívták a Nemzeti Kerekasztalt. Az ellenzék egyértelmű győzelme volt, hogy 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették. Kádár János ezen a napon rosszul lett, és július 6-án meghalt. A sors fricskája, hogy pont azon a napon távozott, amikor hatályon kívül helyezték a Nagy Imre és társai ügyében 1958-ban született ítéleteket, és az érintetteket bűncselekmény hiányában felmentették az akkor ellenük emelt vádak alól. A Nemzeti Kerekasztal a tárgyalások során megállapodott a békés átmenet sarkalatos törvényeiben és a rendszerváltás forgatókönyvében. Az MSMP elfogadta az alkotmánymódosítást, a több párt rendszer bevezetését és az alkotmánybíróság felállítását. Azt is megígérte, hogy tárgyalásokat kezd a szovjet csapatok teljes kivonásáról. Ezzel párhuzamosan a pártállam szétesésnek indult. Beindult a spontán privatizáció. Elsősorban a pártállam meghatározó személyiségei jutottak nagy vagyonhoz. Július 11-én hivatalos látogatást tett Magyarországon George Bush amerikai elnök is. Augusztus 19-én a páneurópai pikniken több száz kelet-német állampolgár rohant át Ausztriába, hogy onnan a másik Németországba távozzon. Szeptember 10-én Hornyula bejelentette a kormány döntését, hogy kiengedik a nyugatra távozni akaró NDK-s állampolgárokat. Ez adott döntőlőkést a német egység megvalósulásának. Az MSMP októberi kongresszusán a reformkommunisták megalapították a magyar szocialista pártot, az MSZP-t, ami szociáldemokrata pártként határozta meg saját magát, de átvette az MSMP teljes pártvagyonát, kapcsolatait. 1989. október 23-án Szűrös Mátyás, a parlament akkori elnöke kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot, aminek ő lett az ideiglenes köztársasági elnöke.